Július 1-én lép életbe a családi otthonteremtési kedvezmény, amely már most igényelhető a bankfiókokban. Korábban csak 2 vagy annál több gyereket nevelő családok vehették igénybe a támogatást, kizárólag új ingatlan vásárlására. Jövő hónap elejétől már használt ingatlan vásárlásra is felhasználható az összeg, amelyet gyermektelen párok is kérhetnek. Az igénybe vehető összeg 500 ezertől 3 millió 250 ezer forintig terjed. Nagyon örülünk annak, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény életbe lép a jövő hónap elejétől, mely nagyon sok fiatal házaspárnak, gyermekes és még gyermektelen, de gyermeket váró házaspárnak ad majd lehetőséget az otthonuk megteremtésére. Ez egy fantasztikus dolog, és örülünk, hogy újra élni lehet ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor szeretnénk a kormány figyelmét fölhívni néhány a gyakorlatból vett problémára, amely a korábbi hasonló támogatás esetén óriási visszaéléseket okozott. A városvezető szeretné elérni, hogy tetőtér ráépítés esetén az építéshatóság a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el, csak megfelelő állapotú ingatlanra legyen engedély kiadva. A bankok vezessenek egységes nyilvántartást, melyből ellenőrizhető, hogy ki kapott már ilyen jellegű támogatást. A települési önkormányzatok véleményezéséhez legyen kötve a folyósítás, a feltételek között határozná meg a minimum 1 éves határozott idejű munkaviszonyt, az önerőt pedig 10-ről 30%-ra emelni. Mi azt gondoljuk, hogy ettől azért, ha valaki komolyan veszi magát, többet kellene, még akár úgy is, hogy egy kevés hitelt fölvesz hozzá. Hiszen ezt a lakást, még ha megvette, ugye ki kell alakítani, be kell rendezni, és rezsit is fizetni kell. Munkaviszonyhoz valóban köti a törvény a kedvezmény fölvételét, 6 hónap munkaviszonyhoz, melybe a közmunka is tulajdonképpen beletartozik. Én meg azt gondolom, hogy 6 hónap munkaviszony önmagában nem jelent semmit. Ahhoz egy határozott idejű, attól nagyobb, hosszabb ideig tartó munkaviszony, vagy pedig kinevezett munkaviszony, tehát biztos szerződés szükséges. A polgármester kezdeményezi azt is, hogy a kedvezményt igénylő személyek esetén ne legyen elegendő egy egyszerű nyilatkozat arról, hogy az igénylő élettársi kapcsolatban él, csak közjegyző előtted hivatalos nyilatkozat legyen elfogadható, vagy a települési önkormányzat köztisztviselői helyszíni szemle során győződjenek meg a nyilatkozat hitelességéről. A módosító javaslatok benyújtásáról Sátoraljaújhely képviselőtestülete a pénteki ülésen tárgyal.